Is montenegrói drogbáró egykori szabadkai vagyonára valamivel több mint 2 évvel ezelőtt hirdették meg az árverezést, amiből a végén semmi sem lett, hiszen akkor nem akadt érdeklődő, így a licitáció elmaradt. A Pátre szállodát akkor közel 1 milliárd, egy az egykori Bécsi étteremnek otthont adó üzlethelységnek közel 44 millió, a Palicsi prezidens szállodának pedig valamivel több mint 500 millió dinár volt a kikiáltási ára. Ez akkor összesen 1,5 milliárd dinár tett ki, azaz akkori árfolyam szerint közel 14,5 millió eurót. A cégek ellen csődeljárás indult. Márki Bűn Anna, a Szabadkai Gazdasági Bíróság megbízott elnöke, dolgozott is az ügyön. Azt mondja, a banka intézze az elmúlt 2 évben több ízben is sürgette, folytassák a csődeljárást, hogy meg tudják fizetetni követeléseiket, ám újabb licitálást nem hirdettek. A Palics Kft.-ben tovább is csődeljárás van folyamatban. A február elejei eladás óta nem hirdettünk újabb eladást, ugyanis a Szerb Köztársaság elkobzott vagyonkezelő igazgatósága utasítása szerint a vagyont meg kellett őriznünk, mivel ez az állam érdekét szolgálja, mivel ő a véleményük szerint Darkos Áricsnak a vagyonáról van szó. A már említett épületekkel egyébként a Palics Kft. Gazdálkodik, amelyet 2005-ben magánosítottak, 4 évre rá pedig a budvai Maestral Tours cégre iratták át a tulajdonjogot. Ezt a céget a Darkos Áricz ellen emelt vádak közül 2-ben is említik.